Ezek a felvételek még az Összefogás Pécsért képviselőjével készültek a pécsi Tüskés réten. Ők ide képzelték el a város akvaparkját. Szerintük ez a megfelelő helyszín, hangoztatták többször. Most úgy tűnik, a kormányzat is ezt a területet tartja annak. Derült ki pénteken az önkormányzat közleményéből. Előzetes tanulmányok szerint valószínűleg a Tüskés rétre helyezését is a korábbi tanulmányok alapján elfogadja. Így ez azt jelenti, hogy a 2021-ben a teljes tervezési szakasz reményeink szerint eljut oda már az első negyedév, első fél évben, hogy a beruházási kormánydöntés az akvaparkot illetően megszülethet, és ha is amennyiben ugye a kormányzati döntés megvan, amikor valamikor a közbeszerzéseket figyelembe véve 22-ben elindulhat az építése. Az alpolgármester azt mondja, jövő februárra, márciusra derülhet ki, hogy mi valósulhat meg az akvapark területén, honnan kaphat vízellátást a létesítmény, majd ezek után vehet újabb fordulatot a beruházás. Igazából egy egész évben működő, részben turisztikai célokat is szolgáló koncepcióban gondolkodunk, aminek egy része értelemszerűen a régebbi EKF beruházásoknál felmerült szállásai kapacitások alátámasztásával kapcsolódna össze, konferencia turizmus, üzleti turizmus, tehát ezeknek az erősítését is figyelembe veszük ez ilyen fejlesztés esetében. A beruházást a 2015-ben a Modern Városok programban kapott kormányzati pénzből valósítanák meg, ami 25 milliárd forint. A Tüskés réten egy 10 hektáros egybefüggő területen lenne az akvapark, de még nem tudni, mennyibe fog kerülni az építése.